A császár új ruhája Élt egyszer egy császár, hiú volt nagyon, naphozhat csak öltözködött, és a sok léhűtő udvaronc hízágését hallgatta. Pompás ruhákra költötte minden összeharácsolt kincsét. Egy szép napon két idegen kért meghallgatást a császártól. Senki nem tudta, kik és honnan jöttek. Takácsoknak mondták magukat. Kijelentették, hogy olyan szövetet tudnak szőni, amely lágyabb a sejemnél, tündöklőbb a szivárványnál, és ráadásul varázsereje van. Csak okos emberek láthatják. Ő felségének szörnyen tetszett a dolog. Nagy foglalót adott a két mesternek, hogy nyomban fogjanak munkához. Legalább megtudom, hogy birodalmamban ki okos, ki ostoba, gondolta magában. A csodatakácsok felállítottak egy szövőszéket. Úgy tettek, mintha dolgoznának, de valójában csak az üres levegőt szőtték. A császár szolgái kötek számra hordták nekik a drágas sejemfonalat, aranyszálakat, ők meg sutyomban mind eltüntették. Néhány hét múlva előkelő vendég látogatta meg a takácsokat. A császár főfőminisztere mély hódolattal fogadták. Nézze, kegyelmes uram, milyen tündöklő színek, milyen ízléses minta! A főminiszter, ő kegyelmessége, nagyra mereztette a szemét. Én bizony semmit sem látok. Ha a császár megtudja, hogy ilyen ostoba vagyok, el fog csapni. Rémüldözött magában. Végül eljött a császár is kíséretével, hogy megtekintse a csodálatos szövetet. A fényes előkelőségek elhűlve bámultak az üres szövőszékre. Mind attól féltek, hogy a többiek látják a szövetet, azért hát versengve dicsérték. A császár maga sem látott semmit, mert hiszen nem is volt ott semmi, de vigyázott, hogy el ne szólja magát, Bámulatosan szép sejem, mondta kegyesre a takácsoknak, és mind a kettőt kitüntette legeslegfényesebb lovak keresztjével. A főhopp és a főminiszter azt ajánlották ő felségének, hogy a pompás új kelméből készülő ruháját először a legközelebbi nagy körmenetkor vegye fel. Remek ötlet, mondta a császár. A körmenetet megelőző éjszakán a két csodatakács hajnalig dolgozott. Nagyullókkal szabdalták a levegőt, és serényen jártatták a varró tűket, amelyekben nem volt cérna. Reggel büszkén jelentették a császárnak, elkészültek a munkával. – Méltóztassék most császári fenséged levetni a ruháját! – hogy feladhassuk az új díszöltözéket. Káprázatos öltöny, mintha csak ráöntötték volna, áradoztak a főurak. A kamarások úgy tettek, mintha fölemelnék az uszájt, közben félszemmel egymást lesték. Előhozták az aranyos trónmenyezetet, és a császár megindult a menetben, az álmélkodó sokaság közepette. No, hiszen volt is, min ámulni a népnek. Az emberek az utcán meg az ablakokban egymásra néztek, kuncogtak, hümmögtek, de mégis így szóltak. Ó, milyen pompás, milyen csodaszép, szép felsége, öltözéke! De hiszen nincs is a császáron semmi!-rikkantotta végre egy kisgyermek No, lett erre kacagás! Felharsant a nevetés, és úgy zúgott, mint a vihar Nézzétek csak a mi okos császárunkat! Most aztán megmutatta, hogy mi bölcs és csalhatatlan. A két takács meg nagyot nevetett magában a jól sikerült réfán, aztán egy alkalmas pillanatban kereket oldottak. Senki sem vette észre a szökésüket.